Tavasszal volt az első mérföldkő a Paksi Pákolic István városi könyvtár életében. Április 1-én kezdődött az első felújítás, amit még újabb kettő követett, melynek köszönhetően több átalakítás is történt az intézményben. Átalakításokat végeztünk a földszinten, megszüntettük az információs pultot, illetve áthelyeztük a helytörténetbe. Ezzel megoldottunk egy személyi problémát, mert nem volt elég könyvtáros ahhoz, hogy minden szolgáltatóponton felügyeletet, illetve segítséget tudjunk biztosítani. Így kialakítottunk egy tágas teret, ami egyben helytörténet, folyóiratolvasó és médiatér. Ingyenessé tettük az audiovizuális dokumentumok kölcsönzését, és ezzel együtt ez duplájára is növekedett. A 2013-as év következő kiemelkedő eseménye az intézmény évfordulójának méltó megünneplése volt. 60 évvel ezelőtt alapították meg Pakson a járási könyvtárat, illetve 45 éve költözött az egykori zsinagóga épületébe. Emellett egy éves lett a kincskereső gyermekkönyvtár, az évfordulón a Szaggató zenekar is fellépett. A megszokott programok mellett 2013-tól sok újdonsággal is várják a könyvtár látogatóit. Ilyenek voltak a tematikus kézműves foglalkozások, amik egy-egy nagyobb ünnephez kapcsolódnak, illetve a kakaóparti. A változások az olvasói létszám növekedésben is megmutatkoztak. Több mint 39 ezer esetben tértek be hozzánk az olvasók, tehát 39 ezerszer kölcsönöztek, illetve számítógépet használtak, vagy éppen helyben olvastak. A rendezvényeinken összesen 6000 főt számoltunk, mintegy 210 rendezvényem. Ez a tavalyi adatokhoz képest növekedést mutat, annak ellenére, hogy a beiratkozott olvasók száma nem változott jelentősen, tehát akik használják, gyakrabban jönnek el hozzánk. A 2014-es esztendőben tovább bővítették a könyvtár kínálatát, új folyóiratok érhetőek el, többek között az 5 perc angolul, valamint történelmi és gasztró újságok is. Emellett két foglalkozás is indult, a Szombat és a Pinduri Babatorna.